Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Lassul a magyar gazdaság, a spórolásról fog szólni a második fél év. Kataváltozások, a NAV munkatársai tartottak előadást a vállalkozóknak. Érem eső, sikeresen szerepeltek a nagymányoki lövészek. Nagy szükség van a jól képzett szakemberekre, tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. Egyes termékek már csaknem dupla annyiba kerülnek, mint egy évvel korábban, és egyre többen keresik a minél költséghatékonyabb fűtőberendezéseket. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a magyar lakosság jelentős része csak spórolással fogja átvészelni az év hátra levő részét. Amíg Magyarországon az első fél évben folyamatosan nőtt a fogyasztás, az év második felében az adatok azt mutatják, hogy a lakosság már jobban spórol, ez főként a kereskedelemben mutatkozik meg. Az inflációnak több oka is van, egyrészt a szomszédos országban dúló háború, ami nem csak hazánk, de az egész világ gazdaságát is negatívan érinti, másrészt a rezsijárak emelkedése és az aszályhelyzet is befolyásolta mindezt. Mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit szabadságán értük utol, ezért telefonon adott interjút. Ilyen magas infláció gyakorlatilag az elmúlt 10 évben nem volt. Ez negatívan érinti az egész gazdaságot. Ráadásul bizonytalanság van, ezért a lakossági kereslet, tehát a lakosság visszafogja a fogyasztását. Ennek már jelei voltak július végén is, augusztusban egyértelművé vált. Az élelmiszeripar területén már 30% felett jár az infláció, de egyes termékek már megközelítik az 50%-ot is. Továbbá a rezsijárak emelkedése miatt az elmúlt időszakban egyre nagyobb a kereslet a korszerűbb, gazdaságosabb fűtőberendezésekre, például a napelemes rendszerekre. Amivel gyakorlatilag eddig az emberek nem foglalkoztak, mert hát úgy gondolták, hogy megoldották az dolgát, de most már mindenki abban koncentrált, és mindenki gyorsan be akar szerezni olyan berendezési tárgyakat, ami a fűtését a második fél évtől hatékonyá teszi. Az Iparkamara Tolna megyei elnöke hozzátette, hogy jelenleg a lakosságnak nagy segítség a benzinástop, ugyanis a magyar forgalmi személyautókba még továbbra is 480 forintért tankolunk, a piaci árak viszont már 700 forint körül alakulnak. Álló helyzetben levő autónak hajtott hátulról egy biciklis Szekszárdon, valószínűleg nem figyelt eléggé, így történt a baleset. A kerékpáros befejelte a kocsi hátsó szélvédőjét, de csak könnyebben sérült meg. A kataváltozásokról szervezett üzlettulajdonosoknak tájékoztatót a VOSZ Tolna megyei szervezete. A programon szó volt arról, hogy milyen egyéb adózási lehetőségeik, illetve plusz teendőik lesznek a vállalkozóknak. Továbbá megismerhették a NAV új ügyfélportálját. Fontos, hogy címében már utal arra, hogy eddig ugye kisadózó vállalkozások tételes adója volt, most már kisadózó vállalkozók tételes adója, ami már előre vetíti, hogy az adóalanyi kör megváltozott. Kis- és középvállalkozóknak szervezett tájékoztató fórumot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete, ugyanis szeptember 1-től alapvetően változott meg az egyik legnépszerűbb adózási forma, a kata. Az eseményen a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tartottak előadást. Banic István, a NAV Dél-Dunántúli tájékoztatási osztályának ügyfélkapcsolati referense szerint számos teendője lett az üzlettulajdonosoknak. Elsősorban ugye ki kell választani, hogy milyen adózási módot szeretnének alkalmazni, az ahhoz szükséges bejelentéseket megtenni, és hát azt gondolom, hogy az adótudatosságot erősen kellene növelni a vállalkozásoknál, mert az eddig a kata az olyan egyszerű volt, hogy befizettem az 50 ezer forintot, vagy a 25 ezer forintot, és akkor évente adtam egy darab bevallást, most azért ennél sokkal jobban oda kell figyelni az adózási feladatokra. A VOSZ Tolna megyei szervezetéhez is számos kérdéssel fordulnak a vállalkozók, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb adózási módba átlépni, és hogy hogyan tudják az üzlettulajdonosok továbbra is nyereségesen végezni a munkájukat. Vannak olyan vállalkozások, akiknek emiatt ugye a megszűnésben kell gondolkodniuk, viszont én úgy látom, hogy azért a vállalkozásoknak a nagy része próbál tovább lépni, hiszen fenn kell tartani a családját, neki is ugye valamiből élnie kell, és megszokta azt a rendszert, hogy ugye nem
alkalmazottként dolgozik valahol, akkor azért megpróbál mindenféleképpen valamilyen szinten tovább élni. A Tolna megyei szervezetnek közel 700 tagja van. Az elnök elmondása szerint egy hónap alatt 90 új tagja lett a szövetségnek. Országos viszonylatban pedig 1100 vállalkozó csatlakozott a társasághoz az elmúlt 30 napban. Szeptember 12-éig kérhető a 7-es gyerekeknek a HPV elleni védőoltás. A beadáshoz szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 12-éig, azaz jövő keddig kell leadni az iskolában. A vakcinát idén is kampányoltás keretében adják be, az első dózist októberben, a másodikat jövő év áprilisában. A kampányoltás keretében a kapott vakcina a HPV 9 típusa ellen alakít ki védettséget, és várhatóan védelmet nyújt azon HPV típusok ellen, amelyek a méhnyakrákos esetek körülbelül 90%-át okozzák. Ezzel a védőoltással megelőzhető továbbá a HPV okozta nemi szemölcsök mintegy 90%-a is. A 2022-es nyár volt a legmelegebb 1901 óta, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn megjelent elemzésében. A hőmérsékletről azt írták, az évszak közép hőmérséklete országosan 22,8 Celsius fok volt, 1991 és 2020 között az átlag 20,8 fok volt, ami fél fokkal melegebb az eddigi csúcstartó 2003-as nyárnál. A június 2,3 fokkal, a július 1,6 fokkal, az augusztus 2 fokkal volt melegebb a szokásosnál. A június a harmadik, a július az ötödik, az augusztus a második legmelegebb lett a 20. század kezdete óta. Az elemzés szerint június első felében a legmagasabb hőmérséklet általában 30 fok közelében alakult, de egy-egy felhősebb és csapadékosabb napon, például a Dunántúlon, június 8-án és 9-én csak 20 fok közelében maradt. Egyre többen jelentkeznek a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karára, ez derült ki az intézmény tanévnyitóján. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely polgármestere azt mondja, Szekszárdnak és a környező településeknek mindig is nagy szükségük volt az ott végzett szakemberekre. Díjakat vehettek át a kimagasló oktatói és tanítói munkát végző pedagógusok a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tanévnyitóján. A 45 éve alapított intézményben a pedagógus, az agrár és a társadalomtudományi képzéseken idén több mint 200 hallgató kezdte meg a tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy csaknem másfélszer annyian nyertek ide felvételt, mint 2 évvel ezelőtt. Szécsi Gábor dékán azt mondja, tovább dolgoznak azon, hogy a szekszárdi képzőhely még népszerűbb legyen. Bővítjük tovább a képzési portfóliót, ebben a tanévben is elindítunk majd egy-két új képzést. Gondolkodunk abban, hogy új képzőhelyeken jelenünk meg, és gondolkodunk abban is, hogy próbálunk nemzetköziesíteni. Vagyis több idegen nyelvű képzési program is indul az egyetemi karon. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere a tanévnyitón arról beszélt, hogy a Tolnai megyeszékhelynek és a település környékének nagy szüksége van a jól képzett, naprakész tudással rendelkező szakemberekre. Folyamatos alkalmazkodás volt és jellemző a kor kihívásaihoz, és úgy látjuk, úgy ítéljük meg, hogy ennek maximálisan megfeleltek, és jelenleg az oktatói gárdának a képzettsége a megfelelő technikai feltételekkel párosulva garancia arra, hogy komoly, képzett, kvalifikált szakemberek kerülnek ki, és válnak a társadalom hasznos tagjaivá. A szekszárdi karon a tanév kedden már el is kezdődött. A tervek szerint idén végig jelenléti formában zajlik majd az oktatás. 42%-kal több belföldi üdülésre szóló foglalást regisztráltak már az idei őszre, mint tavaly ilyenkor. Ez derült ki az egyik szállásfoglaló oldal legfrissebb elemzéséből. Közleményükben kiemelik, az eddig megtett foglalások száma és aránya bizakodásra ad okot, az infláció és mellé a rezsicsökkentés módosításának hatását nehéz megjósolni. Országosan egy éjszaka személyenként átlagosan 11.200 forintba kerül, ez 10% körüli növekedés 2021 hasonló időszakához képest. A hazai turizmus fő mozgató rugója ősszel az idei utolsó hosszú hétvége lehet, amíg 4 napos lesz, hiszen minden szentek november 1-jére kedre esik. Ezzel kezdődik az őszi szünet is a tanévben, ami november 6-áig tart.
vadon élő állatok, természeti elemek és a losszúnium is megelevenedik a dunakömlődi óvoda támfalán. Az alkotáson közel 5 napig dolgoztak a szakemberek. Fújták a festéket, a Paksi Napsugár óvoda dunakömlődi tagóvodájának támfalát dekorálták augusztusban az Inkszén stúdió munkatársai. Az építmény 2021 őszén készült el, és már akkor a tervek között szerepelt a fal feldíszítése. Pontosnak tartottuk akkor egy éve, hogy ezt a partfalomlás veszélyt egy támfallal oldjuk meg, akkor JETÁS forrásból, Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány forrásából valósítottuk meg ezt a támfalat. Paks és Dunakömlő természetvédelmi tájai és elemei jelennek meg az alkotásban. A festmény a paksi űrgemezőről indul, és a Lusszóniumon keresztül az Imsósi erdőig tart. A graffiti a 4 évszakot is megeleveníti. Nagyon örültek a gyerekek, nagyon örülnek annak, hogy ezek a színek itt vidámságot hoznak az óvoda udvarára, szívesen játszanak a környékén, és beépítik a játékukba, emiatt is szerettük volna természet közelivé tenni, hiszen a gyerekek fantáziája szab csak határt annak, hogy hogyan illesztik be ezeket a fotókat a játék tevékenységükbe a délelőtt vagy a délután folyamán. A fejlesztést Spisz József képviselő támogatta. Részen kormányzati keretből az idei év terhére megrendeltük a munkát. Ez azt jelenti, hogy le lett hálózva, le lett glettelve, és kapott egy alapszint, lösszint, mire az illik itt a környezethez, és erre alkották meg a művészek ezt a gyönyörű képeket. Nem ez volt az első alkotás, amelyet az Inkszén stúdió készített Pakson. A Kressz Parkban található Pál utcai fiúk falfestmény is az ő munkájukat dicséri. Elhagyja a Paksi FC-t Böde Dániel. A madocsai származású magyar válogatott csatár saját maga kezdeményezte a szerződése felbontását. Eredetileg jövő nyárig szólt volna a megállapodása az Atomváros labdarúgó együttesével. Böde Dániel összesen 253 mérkőzést játszott zöld-fehér szerelésben, ez idő alatt 60 gólt szerzett. A 35 esztendős, 25-szörös válogatott játékos az idei szezonban 2 mérkőzésen együtt 29 percet töltött a pályán. 2 aranyérmet is szereztek a nagymányoki lőegylet versenyzői a Szászvári Országos Gyorspontlövő Bajnokságon. Domokos Csenge és Boris Zoltán mellett több egyesületi tag is szép eredményt ért el, melyeknek köszönhetően ez a szereplés volt a legsikeresebb az elmúlt évek tekintetében. Kiemelkedő eredményt értek el a nagymányoki lőegylet színeiben induló versenyzők a Szászváron rendezett gyorspontversenyen. A 8 megszerzett éremhez a férfi és a női versenyzők is egyaránt hozzájárultak. Kár Béla, Nagymányok polgármestere elmondta, az utóbbi években még soha nem zártak ilyen eredményes versenyt. Egyébként az Európa-bajnokságon is lesz képviselője az egyesületnek, méghozzá Ördög Attila személyében, aki Steel Challenge kategóriában számít éremesélyesnek. Kiemelném a Domokos Csengét, ő most nem tud itt lenni velünk, mert dolgozik, de ő a Lady kategóriába aranyérmet lőtt, és nagyon büszke vagyok rá, mert nálunk kezdett. A Boris Zoli lőtt még aranyérmet, a saját kategóriában nyilván. A Foglüzinger István szuper-szenior kategóriában második helyet, a Bélafi Dávid szenior kategóriában második helyet, és akkor van még 4 bronzunk, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy eredményes hétvége volt. A verseny során 15 lövést kell leadni 3 különböző lőlapra, melyre körönként 20 másodperc áll rendelkezésre. A legtöbb találati pontot elért versenyző nyeri a bajnokságot. Pont egyenlőség esetén a legnagyobb értékű körök találati száma rangsorol. Kiskaliberi pisztoly nyílt irányzékba, nagykaliberi pisztoly nyílt irányzékba és a kispuska optikában indultam. Ezek voltak a fő számaim, és sikerült azért egy első, meg egy második, meg egy harmadik helyet elhozni. Zoli következő versenyére 2 hét múlva kerül sor, melyen pisztollyal fog a lőállásba állni. Regionális híreink következnek. Rekordokkal zárták a főszezont, közel 2 millióan utaztak a Balatonon augusztusig. Kultúra, oktatás, idegenforgalom és gazdaság, partnerség és horvát-magyar kapcsolatok. Étel, zene, tánc, nemzetiségi fesztivált rendeztek Pécsen.
Rekordokkal zárta a Baharta 176. hajózási főszezont. Augusztus végéig a személyhajók forgalma 10%-kal nőtt, 20%-kal többen váltottak jegyet a séta- és programhajókra, valamint 6%-kal többen utaztak kompon, mint tavaly. 2022 első 8 hónapjában 1,8 milliónál is többen hajóztak a Bahart járatain, amelyek ősszel is népszerűek. Jó volt ez a hajóztatás. Ez a nagyszínási család is kihasználta a szeptember elejé jó időt egy balatoni sétahajózáshoz. Mindenképpen szerettünk volna a hajót, vagy a vizet valamilyen módon megtekinteni. Nyilván már fürödni annyira nem ilyen pici gyerekekkel, de így kielveztük a Balatont végül is. Bár már elmúlt a főszezon, így is sokan váltanak jegyet a Bahart járataira, így a Kelén sétahajóra is Siófokon. Székesfehérvárról jöttünk, és úti célunk volt, hogy egy kicsit hajókázzunk itt a Siófokon, és hát tényleg csodálatos volt, nem csak az idő, hanem nagyon, hogy mondjam, kedvesen fogadtak, és maximálisan ajánlom bárkinek, mert egy nagyon kellemes, szép órát töltöttünk itt el. Balatonfüredről érkezett ez a menetrend szerinti hajó Siófokra, a kiránduló idő sokakat csábított hajózásra. Nekem most pont ezért tetszik az időjárás, hogy nincs ez az 50 fok, hanem ez a kellemes ilyen kirándulós idő. Úgyhogy szerintem hajózásra ez pont egyébként jó, hogy nincsen ez a nagyon meleg. Szép napot kívánok! Köszönöm, jó utat! Ugyan már utóidényi menetrend van érvényben, továbbra is népszerű kikapcsolódás a balatoni hajózás. Nem csoda, hogy rekordokkal zárta a Bahart a 176. hajózási főszezont. Augusztus végéig a személyhajók forgalma 10%-kal nőtt, míg a séta és a programhajókra 20%-kal többen váltottak egyet. A kompon pedig 6%-kal többen utaztak, mint tavaly. Azt gondolom, hogy ez egyaránt köszönhető annak, hogy a Balaton népszerű, és nagyon sokan érkeztek a térségbe, de köszönhető annak is, hogy nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre. Ez érintette a hajókat, a hajóparkot, a menetrendet, a szolgáltatás választékot, az arculatunkat. Az egyik legnagyobb fejlesztés a jegyek online értékesítését érintette. A társaság az őszi szezonban kedvezményekkel várja azokat, akik elektronikusan vásárolják meg a jegyeket. Tovább erősödnek kulturális és gazdasági téren is a horvát-magyar kapcsolatok, hangzott el Kaposváron a város nemzetiségi önkormányzata és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös rendezvényén. A közösség építő napot színpadi műsorok és gasztronómiai csemegék is színesítették. Közös dalolással mulatták az időt a horvátok és a magyar vendéglátók. A két kultúra egy asztalnál elnevezésű programon több határon túli település is képviseltette magát. Második alkalommal vagyunk itt, a koronavírus miatt tavaly nem jöttünk, de most örömmel tértünk vissza, hiszen csaknem 200 magyar él Lipik városában. Szekeres Péter és lánya Anna az ágrábi magyarokat képviselték, ők minden évben valamilyen gasztronómiai különlegességgel készülnek. Ez tárcsás hús, illetve horvát úgynevezett kotlovina, kotlát jelent. Előbb kisütjük, itt lehet kamera majd megmutatja, kisütjük a húst, utána elkezdjük a hagyma, sárgarépa, zeller, zöldség, és végül, ugye mikor elkészül ez úgymond köret, akkor a húst visszatesszük, átforgatjuk, és az szépen magyarosan mondva átrotyog. Kaposvár horvát nemzetiségi önkormányzata két év kihagyás után idén újra megszervezte ezt a népszerű közösségépítő találkozót. Célja hagyományőrzés, tapasztalatcsere megbeszélve a tagokkal, horvát vendégekkel, náluk hozzájönnek ezek a dolgok, illetve aktuális dolgokról egy pár szót ejteni. Jönnek a választások, de nem választások, akarom, a népszámlálás, és a népszámlálásnál jelentőséggel bír, hányan vallják identitásukat, hányan emlékeznek az anyanyelvükre. A két nemzet között számos program segíti a kapcsolattartást. Osobno smatram da je tu kultura. Kulturális téren nagyon sok közös tervünk van, és szeretnénk, ha ez tovább fejlődne. Iskolák, múzeumok, kastélyok között például. Mindezekért sokat tesz a kaposvári nemzetiségi önkormányzat is.
Az egyik ilyen közös programnak köszönhetően például a kaposvári kereskedelmi és vendéglátó ipari középiskola diákjai Horvátországban tanulhatnak nyári gyakorlaton. Nemzetiségi fesztivált tartottak Pécsen, ott bemutatták ételeiket, zenéiket, táncaikat a Baranyai megyeszékhelyen önkormányzatot alakító nemzetiségek. A szabályozás szerint ehhez 8 fő szükséges, aki azonos nemzetiségűnek vallja magát. Így 11 önkormányzat volt jelen a fesztiválon, köztük az itt élő ukránoké is. Ők elhozták azokat a menekült anyákat és gyermekeiket, akik itt kapnak segítséget a mindennapjaikhoz. Az ukrajnai fiatalok és szüleik felléptek a fesztiválon. A pécsi ukrán önkormányzat standja a Széchenyi téren. A háborús helyzet ellenére részt vettek a nemzetiségi fesztiválon a hétvégén. Ezek azok a sütemények, amiket az ide menekült édesanyák sütöttek, és gyerekeikkel együtt festettek, díszítettek. Az önkormányzat elnöke azt mondja, Pécset és Baranya megyében is befogadják a menekülteket, az önkormányzatok, magánemberek. Ezt a munkát végzik most, amihez sok helyről kapnak segítséget. Az az érzés, mikor te nem vagy egyedül, már annyi segítséget kapod a várostól, az emberektől, a szervezetektől, hogy az kicsit így felemelte nekünk az érzéseket, hogy igen, nem vagyunk egyedül. Nagyon sok ember jött. Most Pécsen 120 körülbelül ember van, Baranya megyén több mint 300 vannak. Gyerekek már járnak óvodába, most elkezdett a suli, akkor már az iskolába is próbálnak beintegrálni őket. Mit mondanak a családok? Maradnak vagy visszatérnek, ha úgy alakul a helyzet? Mit terveznek? Ezt kérdeztük az elnökasszonytól. Van, aki igen, megy vissza, hogy vége lesz, de van, ami nincs hova menni vissza sajnos, és már itt már próbálnak újra építeni az életet. Úgyhogy segítünk abból, hogy a munkát találnak, már sokan dolgoznak, úgyhogy azért gyerekeknek beiskolázás. Úgyhogy nem tudom. Próbáljunk minden téren segíteni nekik. Háborús menekült, ukrán édesanyák és gyermekeik a színpadon. Idén nem népdalokkal és táncokkal, hanem ezzel a produkcióval állt ki a színpadra az önkormányzat. Popovics Jelena azt mondja, arról énekelnek, hogy most 40 millió ember egy család lett és segítenek egymásnak, ahogy csak tudnak. A fesztiválról kulturális magazinunkban bővebben beszámolunk. Végül mutatjuk legfőbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Lassul a magyar gazdaság, a spórolásról fog szólni a második fél év. Kata változások, a NAV munkatársai tartottak előadást a vállalkozóknak. Éremeső, sikeresen szerepeltek a nagymányoki lövészek. Nagy szükség van a jól képzett szakemberekre, tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. Szerdán folytatódik a zömében napos idő, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge, délies irányú lesz egész nap, éjszaka változóan felhős égbolt valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!